Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ked este van, és mesélünk haszid történeteket. A mai téma az két különleges születésnap. Az egyik az a Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, aki 1698-ban született, héberül Taf Nun Het, vagy sorrendet másképpen akár Nahat. Nahat azt jelenti ugye öröm és jó érzés. Aztán ugyanezen a napon, elül 18-án van az Alter Rebbe, az első Chabad Rebbe, Rabbi Schneur Zalmannak a születésnapja. 1745. Héberül Tavkuf Hei. Tavkuf Hei. Mind a kettő ugyanazon a napon születtek. A Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, ő az egész haszidizmus az alapítója, szinte haszid mozgalmat. Az Alter Rebbe, ő a Chabad haszidizmusnak az alapítója, utána tőle, ő az első és hét Rebbe volt. Baal Shem Tov, utána volt a Mezricsi Magid, Rabbi Dov Ber, ő volt az utódja, és az Alter Rebbe az ő tanítványa. Ez a két születésnap, az tegnap volt. Tegnap nem voltam itt, azért, mert volt az esküvő a közösségben, és így lemaradtam. Remélem, hogy a Kovács Yitzchak az helyettesítette engem. Jól, mindig érdekeseket szokott mondani. Beszélünk egy kicsit a Baal Shem Tov élettörténetéről, aztán majd az Alter Rebbe élettörténetéről. Mit tudunk a Baal Shem Tovról? Akkor, ahogy mondtam, a születése, az tudunk, hogy mikor volt, 1698-ban. Van egy ilyen történet, mesélnek a Baal Shem Tovról, hogy mielőtt megszületett, volt egy nagy botrány fent az égben, a sátán, a Jécer rá a rossz ösztön tiltakozott, és azt mondta, ha a Baal Shem Tov lejön, ha megszületik, lejön ebben a világban, megszületik, és az ő tanítása a haszidizmust terjedni fog, akkor nekem már nem lesz munkám, senki nem fog figyelni rám, senki nem fog vétkezni, minden zsidó gyakorolni fogja a micvákat, akkor nekem már nem lesz feladatom, pedig az Isten engem teremtett, és nekem adatott feladatot ebben a világban, hogy én legyek a sátán, a rossz ösztön, a jécere rá, és akkor ez így nem lehet, hogy egyszer csak eltörölnek az én munkámat, és munka nélküli leszek. Ez egy isteni feladat, és tiltakozott ellene. És ez egy nagyon komoly vád, egy nagyon komoly érvelés volt, mert tényleg az Isten azt akarja, hogy legyen szabad akarata mindenkinek, és a sátán elismerte, hogy a haszidizmus képes olyan szinten megtanítani, hogy örüljön a zsidóságnak és a micváknak, hogy nem lesz a feladata. Erre a kompromisszum az volt, hogy a haszidizmusnak lesz egy ellenzéke, akik fognak ellenezni a haszidizmust, és így nem fog ez olyan jól terjedni, mert mindig lesz egy akadály, ami nem fogja engedni a terjedni, és így lesz elég sok munka a sátánnak is. Ilyen körülmények között megszületett a Baal Shem Tov. Ez azt jelenti, hogy amikor ő megszületett, már az égben tudtak, hogy milyen különleges feladata,
milyen különleges feladata fog ő teljesíteni ebben a világban. 3 éves korában meghalt az anyja, és 7 vagy 8 éves korában meghalt az apja. Így, hogy ő nagyon fiatalan maradt, árva gyerek maradt. Úgy szól a történet, 5 éves korában már se az apja, se az anyja már nem élt. 5 éves korában, és úgy szól a történet, hogy az apja a halálos ágyán oda hívta magához a kisfiát, Iszraelt, Iszralik, ez ilyen becézve, Iszralik, és azt mondta, drága fiam, arra kérlek, ne féljél senkitől, semmitől, csak a jó Istentől. A Baal Shem Tov tényleg kisgyerek óta soha nem félt, sokat járt erdőben, és kint a mezőn, és meditált, és gondolkodott. Lett neki egy mestere, fent az égből jött hazád mestere, aki őt tanította a Tóra titkos tanát, a kabalára, a misztikára. A többire azt jelenti, a halahára és a talmudra azt rendesen tudta tanulni, de a misztikára, a kabalára arra volt neki egy tanár az égből, Ahia Hashiloni. A Baal Shem Tov, amikor felnőtt, senki nem tudott róla, hogy milyen különleges fiatal emberről van szó. Ő mindig ilyen visszahúzódva csinálta, amit csinálta. Annyit tudtak az emberek, hogy sokat jár ki a mezőbe és az erdőbe. Amikor házasodnia kellett, akkor elvette a kitavi rabbi, rabbi Gersonnak a nővéret vette el feleségül, ő egy elvált asszony volt. Olyan történet van, hogy a család nem tudta, mert a nőnek az apja eljárt ebben az ügyben, és ő intézte az eljegyzést, és Rabbi Gerson a testvérnek, azt jelenti a mennyasszonynak a testvérnek nem tetszett az egész, és ő próbálta lebeszélni a lány testvéret, hogy mondjon le erről a házasság, azt mondja, még nem volt házasság, el volt, aki egyezve, mondjon le róla, mert egy egyszerű embert miért inkább legyen el egy rabbit, egy nagy tudású embert, miért kellett egyszerű emberrel házasodni, de a mennyasszony valahogy ő tudta, hogy az ő vőlegéne, az a Iszrael, az nagyon különlegesen, és akkor nem mondott le róla. Később, évekkel később csak tudta meg Rabbi Gerson, hogy az ő sógara milyen különleges nagy cádik, és teljesen a sógaramnak a haszidja lett, a híve lett, de hát az kellett idő. A fiatal ember többek között, szerint valamelyik állomáson az életben, fiatal házasként, akkor ő nemhogy tanította az óvodásokat, a kisgyerekeket, hanem ő jiddisül úgy mondják ez, mint egy bahelfer. Ő egy bahelfer volt. Bahelfer azt jelenti, hogy ő tanár segéd volt. Azt jelenti, hogy nem is adták neki a tanári állást, hanem a tanár segédnek az állását adtak neki. Ő minden nap ment, összeszedte a gyerekeket, és elhozta, és a tanár tanította őket.
Később a Balsaminak az egyik tanítványa azt mondta, hogy olyan szeretettel bánt ezekkel a gyerekekkel, és megtanította őket mondani a Smá Iszraelt, a Halljad Izrael, az örökvel Istenek, az örökvel való egy Smá Iszrael, Adi Naj elő, Heino Adi Naj had, olyan szeretettel, és olyan szeretettel megtanította őket, megcsókolni a Tórát, de ezt se lehet mondani. Zárójelben mondom, hogy ugye most a koronavírus idejében épp azt szoktunk kérni az emberek, hogy ne csókolják meg a Tórát csak messziről, nehogy mindenkinek a keze rajta legyen a Tórá, de hát általában szoktunk a Tórát megcsókolni, szoktunk a mezuzat megcsókolni, de hát az akkor, amikor ez meg lehet engedni, és nem akkor, amikor veszélyre vezethet. Mindenképpen a Baal Shem Tov, ez egy Baal Helfer volt. Egyébként fontos elmondani egy általános történet, amit mesélnek a Baal Shem Tov kapcsán. Hasidoknak van egy olyan mondás, szoktak mondani, hogy Mocé Sabbatkor, vagyis szombat este, szombat kimenetele után az van írva, hogy az ember négyed étkezés rendezen a szombat búcsúztatására. Ennek az étkezésnek az a neved, mert Lave Malka, a királynőnek a elkísérése, a királynő ebben az összefüggésben a szombat. Azt jelenti, hiába a szombaton van három étkezés és minden, még egy étkezés rendezen az ember szombat este. A szombat esti Milave Malkában szoktak mesélni egy történetet. És erre úgy szól a mondás, hogy aki Moce Sábeszkor nagyon különleges dolog mesélni egy történetet a Baal Shem Tovról, és aki ezt megteszi, akkor ez egy szegula. Szegula azt jelenti, egy jó ómen, és hogy neki legyen gazdagságra. Panószer, hogy legyen, nem biztos, hogy gazdagság, de megéletése legyen neki bőségesen. Azt jelenti, aki szombat ezt, Moce Sábeszkor mesél a Baal Shem Tovról, aki az egy szegula, a panószer a jó megéletésre. És erre mondanak a hasidok, ebben a mondásban három pontatlan dolog van. Az első az, hogy nem csak a Baal Shem Tovról, hanem minden nagy szádékról, minden nagy jámbor rabiról. Kettő, nem csak szombat este, Moce Sábeszkor, hanem egész héten, bármikor. És a harmadik, hogy ez egy szigula, nem csak panószerre, a megéletésre, hanem sok minden másra, az minden kaput nyit az égben. Mert ha mesélünk ezekről a csodarabikról, hogy imádkoztak és hogy szolgáltak Istent, az nekünk is ad egy utat, energiánk, hogy kövessünk ezt az utat, és akkor ez nagyon fontos. Visszatérve akkor a Baal Shem Tov történetről, mégis elsősorban a Baal Shem Tovról szól a mondás, hogy a Baal Shem Tovról meséljünk történetet. Akkor volt egy idő, amikor ő egy Baal Helfer volt, egy tanársegéd volt. Aztán volt egy idő, úgy tűnik, hogy ő nem nagyon dolgozott, amikor egész héten kint volt az erdőben, és ott imádkozott és tanult, úgy, hogy senki ne zavarjon őt. És azt szoktak mondani, hogy egész héten böjtölt. Vasárnap reggel kiment az erdőben, péntek délután jött vissza, hogy szombaton együtt legyen a feleségével és a családdal, és egész héten böjtölt. Közben pont a Baal Shem Tovnak a tanítása arról szól, hogy lehet, hogy régen ez egy nagyon különleges dolog volt, a plusz sok magánbőt,
a hangsúlyozóan magánbőjtek, mert vannak pár előírásos bőjt, ugye kevesebb, mint egy hónap múlva lesz a Jom Kippur, az engesztelés napja, amikor estétől este fogunk bőjtölni. Azt jól emlékszem, akár vasárnap estétől, hétfő estig lesz, szeptember 27-től este, szeptember 28-án este, ezek előírt bőtek, elkerülhetetlen. De régen írva van a könyvekben, az ember sok magánbőtet is tegyen. És a Baal Shem Tov tanítása az volt, hogy ma az emberek gyengék, és nem képesek jól tanulni Tórát, jól imádkozni, jól tenni a micvákat, amikor bőtelnek. Azért, az ember bőtelni fog, akkor kevesebbet fog tanulni, nem fog tudni olyan nagy áhítattal imádkozni, és akkor nem jó, inkább ne bőteljen az ember. És akkor hogy lehet az, hogy a Baal Shem Tov egész héten bőtelt? Erre azt szoktak mondani, úgy szabad bőtelni, ahogy a Baal Shem Tov bőtelt. Mert a felesége mielőtt kiment az erdőben, akkor valami kis hátizsák, vagy valami kis zsákszerűben szokott betenni étet, hogy legyen neki egész héten. És ő megköszönte, kiment az erdőben, péntek délután, amikor visszajött, a felesége előveszi a zsákot, és minden ételt, ami benne volt, ott marad. És a Baal Shem Tov azt mondani, hogy húha, elfelejtkezett, hogy enni is kell. Azt mondta, úgy szabad bőtölni, hogy az ember nem veszi észre, és elfelejt enni. De az ember tudja, hogy bőtel, és a gyomra zavarja őt, és nem tud koncentrálni jól a tanulásra, és az imára, és fáradt, és gyenge, akkor az nem. Szóval Bálsányban egész héten kint volt az erdőben, senki nem is tudott róla. Közben a Baal Shem Tov megismerkedett több más rétet cádikkal. Cádik nisztár, rétet cádik. Olyanok, akikről az emberek nem tudnak semmit, nem sejtenek, hogy itt egy nagy cádikról van szó, csak a Baal Shem Tov megismerkedett velük, sőt, ő még gondoskodott és pénzt gyűjtött számukra, hogy mert sokaknak nem volt semmi, és el kellett látni őket, mert egész nap tanultak is minden, és akkor valamivel kellett őket támogatni, és a Baal Shem Tov mindez ebben segített. Aztán a Baal Shem Tov kezdett utazni a városokban és a falvakban, és mindig szokott kimenni a piacra, találkozni az egyszerű munkás zsidóval, az egyszerű szegény zsidóval, és próbálta őket felemelni, beszélni hozzájuk, hogy örüljenek a zsidóságnak, tegyék a micvákat lelkességgel, örömmel, és próbálta őket emelni, miközben nehezen dolgoznak, és még szegények, és is minden, akkor még mindig legyenek boldogak, és örüljenek annak, hogy zsidók. Ez egyébként egy lényeges, fontos tanítás az egész haszidizmusnak. A haszidizmus tanítja az embernek, hogy mit jelent az, hogy az ember teljesíti a micvákat. Ha a minden micvá valamivel teljesít, azzal még erősebben és még erősebben van a kapcsolata Istenen. Ha ez a micvának az eredménye, akkor az ember nagyon örül neki, hogy képes a világ Istenével így ilyen közeli kapcsolatban lenni. Mindig szoktam mondani, érdemes megnézni az imakönyvben, hogy van lefordítva a minden áldás, hogy hangzik minden áldásnak az eleje. Baruch atah Hashem, áldod vagy te, örökkévaló, és képzelünk el, hogy tegező viszonyban vagyunk az Istenen. Baruch atah, mert az ember imádkozik, akkor egyenesen imádkozik az Istenhez. Az ember mond egy áldás, akkor egyenesen Istent áld meg. Az embernek van egy kérése, egyenesen az Istentől kéri, mert minden egyes micva van, minden egyes parancsot, amit az ember tesz, a még jobban és még jobban
erősíti a kapcsolat az Istennel, és tegező viszonyban van vele. Ha az ember ezt megérti, akkor nagyon különleges, és nagyon jó érzés, még egy micva, és még egy micva teljesíteni. És az ember nem fog panaszkodni, jaj, azok a sábeszkor tényleg nem szabad dolgozni, és tényleg nem szabad főzni, és villany kapcsolni, és tényleg, ami nem kóser, azt nem szabad enni. Figyelj, ha enni fogsz azt, ami nem kóser, akkor rontod ezen a különleges kapcsolaton, és ezt az ember semmiképpen nem akarja. Mindenképpen ez volt a Baal Shem Tovnak a tanítása első perctől kezdve, még akkor is, amikor ő még egy rétett cádik volt. Ugye a Talmud azt mondja, minden nemzedékben van legalább 36 rétett cádik. Lamed vov cádikim nisztarim, 36 rétett cádik. És a Baal Shem Tov ezeket ápolta és kapcsolatban volt velük. 36 éves korában, 36. születésnapján akkor jött hozzá az az égi mestere, és azt mondta neki az Isten, az égben kihirdették, hogy neked te nem tudsz folytatni így, mint rétett cádik, hanem nyilvános cádik legyél, mester, tanítani az embereket, és ez a Baal Shem Tov úgy vette, mint egy büntetés, mert ő egy szerény ember volt, és ha az égben úgy döntettek, hogy nem volt mit csinálni, és aztán ő kezdett vezetni a haszidokat, és nagyon-nagyon sok híve volt. Az egyik oldalon volt neki sok egyszerű ember, munkás ember, paraszt zsidó, aki jött hozzá, ugyanakkor nagy rabbik is, akik jöttek hozzá tanulni a haszidizmusról. Fontos említeni, hogy van a Naftali Krausznak egy könyve, a haszidizmus alapító mesterei, azt lehetne nálunk kapni a Károly körút 20-on, ez egy könyvön mi adtunk ki, a Naftali Krausz a szerzője, és ez 2013-ban jelent meg, és az két részből áll. Az első rész az a Baal Shem Tov Yisrael ben Eliezer rabbi, a haszidizmus megalapítója. Aztán a második rész az Alter Rebbe Schneer Zalman rabbi, akit hazaárulással vádolták, és a harmadik rész ugyanebben az egy kötetben a haszidizmus története Magyarországon. Ami szép ebben, aki nem ismeri a Naftali Krausznak a többi könyvből, ugye Naftali Krausznak van egy sorozat, az ősi forrás, 24 kötetből áll, kezdi a Bibliával, a heti szakaszakkal, a Biblia többi könyvével, a példabeszédek, Jósua, a Bírák könyve, Jesája, Jermiás, minden, illetve a Talmudról, a zsidó ünnepekről, haszi történetekről, mindenfélek, és ez az utolsó előtti kötet, és az a jó ebben, hogy ez nem ilyen hosszú, hanem ilyen rövid, szép, olvasható, emésztető tanítások, azon kívül, hogy maga az ő élettörténete itt ebbe le van írva. A Baal Shem Tovnak volt egy fia, Rabbi Zvi, és aztán volt egy lánya, Adel. Két gyereke volt, de az utódja nem a fia volt, állítólag egy rövid idő, valami egy évre talán a fia volt a haszidoknak a vezető, de ez később átment a Rabbi Dovberhez. Az élete során a Baal Shem Tov egy igazi csodarabbi volt, és nagyon sok helyen előfordult. Van egy olyan fogalom, ami a Kabbalában van, aminek az a neve, hogy
Kvicat haderech. Kvicat haderech azt jelenti, hogy valaki elindul útra, és egy 500 kilométer vagy 1000 kilométeres utat az megtesz 10 perc alatt. Ez egy, úgy a csodarabik ismernek ezt, keresem ebben a könyvben, kellett legyen egy más alatt, csak nem találom. Ez egy eredeti levéltári bejegyzés, hogy a Baal Shem Tovról, aki lakott Mezsibusban, és az van írva, felmentették a Baal Shem Tovot a helyi adótól, mert ő egy ilyen gyógyító mestere volt, és ezért ő már közösségi szolgálata tesz, és ezért fel van mentve az adótól. Emlékeztem említeni, hogy a Baal Shem Tov Kvicat haderechel előfordult, van több olyan történet, hogy elindult útra Moce Sábeszkor, és úgy szokott elindulni, hogy volt neki egy lovaskocsia, volt neki egy Alexa, aki a vezetője volt, a sofőr volt, és indultak, és mindig vitt magával tanítvány is. De az Alexa tudta, hogy addig kell vezetni az egészet, míg nem menne ki a városból, kimegy a városból, vissza kell fordulni is, nem nézni, és engedni a lovaknak, hogy menjenek egyedül, és aztán 10 perc múlva, negyed óra múlva megérkeznek messzi-messzi helyen, és mindig volt egy másik feladata, amit akart elérni, ami az elején nem volt magától értető, nem vették észre, és később derült ki, hogy mi volt a célja. Egyik esetben egy eldugott faluban felkeresett valaki, aki már senki nem is tudott róla, hogy zsidó, és a Baal Shem Tov tudta, hogy zsidó, és akkor jött visszahozni a zsidó néphez. Más esetben ment megmenteni olyan zsidókat, akik fogságba kerültek a földes úraknál. Más esetekben betegeket ment megáldani és meggyógyítani. Szóval különböző történetek voltak a Baal Shem Tovról. Olyan is volt, hogy jöttek a Baal Shem Tovhoz emberek. Az egyik dolog az volt, hogy nők, akinek a férje eltűnt. És ez a legrosszabb, mert a házasság az egy vőlegény és egy mennyasszony között, ők házasodnak, akkor a válás is az kell, hogy legyen, ők ketten között legyen a válás. Ha a férj eltűnik, akkor nincs kitől elválni, de közben a házasság még érvényes. Mesélnek, hogy nagyon sok esetben jöttek a Baal Shem Tovhoz, és a Baal Shem Tov szokott mondani, hogy hova kell utazni, és ott találkozni az illetővel. És az egyik esetben a Baal Shem Tov úgy magyarázta, írva van a hatnapos teremtésben, az van írva, hogy első napon volt egy nagyon-nagyon nagy fény. És azt mondja a Talmud, az első napi fénynel az ember látni tudott a világ egyik végétől a másik végéig. Aztán az Isten úgy dönt, hogy ez egy túl különleges dolog ez, és nem mindenki érdemes arra, hogy használjon ezt. Ezért az Isten csökkentette a fényt, és akkor az olyan fény van, amit ma ismerünk. De Héhin Gonza hova rétette el? A Talmud úgy mondja, Gonza Batora, Gonza la Tzadikim, elrétette a cádikaknak, a jámboroknak. Hol,
rejtette el, mert azt mondja a Baal Shem Tov a Tórában. És ezzel valaki sok-sok Tórát tanul, akkor a tanulása által képes, a Tórán keresztül képes látni nagyon messzire, és ezzel Baal Shem Tov rá tudott mutatni, hogy itt vagy ott, hova menjen, és hol találjon a férjét. Hihetetlen csodarabbi volt a Baal Shem Tov. Épp múltkor meséltem azt a különleges történetet, hogy eljött egy faluban, és vasárnap, és kérte, hogy a pap, az antiszemita pap jöjjön el hozzá rögtön, és beszéd közben oda ment a Baal Shem Tov, a Samesza segélye, és azt mondta, kérem, a mesterem hív téged. Az illető eljött, és kiderült, hogy az antiszemita pap, ez egy kitért zsidó volt, és a Baal Shem Tov felszólította a megtérésre, és rögtön megtért. Szóval hihetetlen dolgok vannak a Baal Shem Tov életéről. Az egyik fontos tanítása a Baal Shem Tovnak, ez az, a hihetetlen isteni személyes a személyes gondviselése minden embernek, de nem csak minden embernek, hanem minden teremtménynek. A Baal Shem Tov arra tanított, hogy az Isten, amikor ő irányítja a világot, akkor minden egyes részletet irányítja. Ami azt jelenti, hogy az Isten nem csak azt irányítja, mondjuk ugye mindjárt lesz Rosh Hashanah, 11 nap múlva, és azt mondja az Isten, jó, akkor legyen ennek egy jó éve, legyen szerencséje. Utána már a dolgok maguktól mennek. Nem. Az Isten minden percet előírja, most ezt történik, és azt történik, azt történik. Ez a személyes gondviselése. Azt mondja a Baal Shem Tov, a személyes gondviselése kitér nem csak az emberre, hanem az állatra, és a növényre, és mindenre. És a Baal Shem Tov arra tanított, hogy ha fúj a szél, és egy levél leesik a fáról, az is egy személyes gondviselése, melyik levél essen le, mikor és hova essen. És erre a Baal Shem Tov egyszer mutatta, azt mondta, napközben napsütés volt, és egy kis csúszómászó, ugye mászik, lassan-lassan mászik, és közben süt rá a nap. Egyszer csak jön egy szél, letép egy levelet, a levél így a széllel megy, és egyszer csak leesik, úgy esik le, hogy árnyékat csinál a kis csúszómászónak. Azt mondja, ez a személyes isteni gondviselése, ki letépte neki egy levele, és fújta neki, ameddig úgy esett le, hogy a kis csúszómászónak napközben legyen neki egy kis árnyéka, tudjon pihenni, és utána majd tovább menni, és folytasson az ő munkáját. Múltkor valamelyik órán idéztünk már, hogy a Baal Shem Tovnak van egy levele, amit ő ír a sógarának, Rabbi Gersonnak, a Kitavi Rabbi Gersonnak, mert a sógara közben elment a Eretz Yisraelbe, Izraelbe ment lakni, ott is el is van temetve Izraelbe, megvan az ő sírja. Hirtelen bizonytalan vagyok, hogy hol van az ő sírja, Jeruzsálembe vagy Tiberiásban. Én azt hiszem, hogy Jeruzsálembe, az biztos, hogy voltam a sírjánál, de hirtelen bizonytalan vagyok, hogy hol, azt hiszem, hogy Jeruzsálemben. Mindenképpen a Baal Shem Tovnak van egy levele, amit a ír a sógarának. Az egyik hihetetlen
érdekes dolog van, egyébként a Baal Shem Tovtól alig-alig van valami, amit ő írt. Van tanítások, amit ő tanított, amit a tanítványok idézik, de itt van egy levél, amiben ír, saját kezülőg írt, és azt mondja, múlt ebben az évben, a Rosh Hashanah-kor, új évkor, volt a liat nesama, a lelkem felment az égben, és ott járkáltam a különböző csarnokokban. Ugye hétfőn este van nekünk Zohar óránk, ugye a Kabbalának az alapműve, és ott is olvastunk, hogy minden cádiknak van egy nagy csarnoka ott fent az égben, és ő tanítja a tanítórát ott fent az égben. És jártam a különböző héjhálakban, a különböző csarnokokban, és eljöttem a Mesiás csarnokában, és mondom neki, írja Baal Shem Tov, feltettem a kérdést neki, Ématajka ati már, mikor jön már a Mester? Azt jelenti, mikor jön a Mesiás, és megváltja a zsidó népet. És azt válaszolt nekem a Mesiás, lekesíje fucu, majmeteha huca, amikor terjedni fognak a te forrásaid, a te tanításaid kifelé, azért nem egy kis szűk csapat, nem egy kis szűk csapatnak ismerjenek a te tanításod, hanem terjedjen a te tanítás. Egyébként ennek a levele szinte le van fordítva itt. Nézem itt a Baal Shem Tov lánya és családja. A Baal Shem Tov levele sógorához 54. oldalon 61-es oldal. Így azt jelenti, hogy 7 oldalon keresztül az egyetlen magyar fordítása természetesen ennek a könyvnek. A Baal Shem Tovnak a zsinagógája létezik Mezsibusban, létezik a Baal Shem Tov sírja, és a Baal Shem Tov anyja sírja is létezik. Ezek, ami itt a címlapon rákerült. A Baal Shem Tovról van az a könyv, meg az a neve, Sivchei HaBaal Shem Tov, az nem sok évvel a Baal Shem Tov halála után, kevesebb itt 100 évvel, az mindenképpen talán 70 vagy 60 évvel a halála után megjelent ez a könyv, az a különböző hiteles történeteket a Baal Shem Tovról. A Baal Shem Tovnak a meghalt Sávuot ünnepen, ugye a Toraadás ünnepen, és ott Mezsibusban el van temetve, a sok híve maradt tanítványa, és még családja is, ahogy mondtam, ott fia is volt, és volt egy lánya. Érdemes, és ajánlom mindenképpen a Naftélikre hoznak a könyvet, mert abban nagyon sokat lehet megismerni a Baal Shem Tovról. Aztán egy kicsit mesélnek az Alter Rebéről, úgy szoktak őt nevezni a haszidok, a Chabad haszidok, Alter Rebbe az öreg rabbi, mert ő az első a dinasztiában. Ahogy mondtam, ő született 1745-ben. A Baal Shem Tov 1698-ban született, az azt jelenti, hogy amikor az Alter Rebbe megszült, Rabbi Shneur Zalman megszületett, 45-ben, akkor a Baal Shem Tov 47 éves volt. A Lubavitchi hagyomány úgy tartja, a Baal Shem Tovnak az apja az Rabbi Baruch volt. Ami nagyon érdekes, hogy a Rabbi Baruch hol van eltemetve, nem a Baal Shem Tovnak az apja, az Alter Rebbenek az apja Rabbi Baruch, itt van eltemetve Magyarországnak. Azt mondom, Magyarország, egy nagy Magyarországról beszélek, mert ő el van temetve Kárpátalján Szőlősen, mert ott voltam többször nála, és ez nagyon érdekes, hogy az Alter Rebbenek az apja hogy került Magyarországra, amikor a
a Lubavics, az egész környék, az Oroszország, Fehérje Oroszország határnál van. Körülbelül ott, hogy került ide a Rabbi Baruch, az Altarebenek az apja. És a történet úgy szól, a hagyomány úgy szól, hogy amikor az Altarebe, Rabbi Schneer Zalman, nagy chaszid mester volt, és sok híve volt, és tanított, és mindent, akkor szoktak megtisztelni a Rabbi Baruchot, mint a Rebbe-nak az apja. És ő ezt nem szerette, és erre eljött nagyon messzire, és eljött először Munkácsra, és amikor Munkácsan kezdtek valamit gyanúsítani, hogy ő egy ilyen nagy cádik, akkor átment nagy szőlesre, és ott van eltemetve. A Lubavicsi hagyomány úgy tartja, de Rabbi Baruch az a Baal Shem Tovnak a tanítványa volt. És amikor ugye van az a szokás, hogy 3 éves korig nem vágják a fiú gyereketnek a haját, és az első hajvágás ez 3 éves korában. És azt mondta a Baal Shem Tov, hozzátok őt hozzám, mert szeretném részt venni, hogy nálam legyen a hajvágási ünnepség. De nem mondjátok el, hogy ki vagyok én. Mondjátok, hogy én a nagypapa vagyok. Mert ez már Hasidnak magyaráznak, hogy a Baal Shem Tov úgy érezte, hogy az Alter Rebbe az a utódja Rabbi Dovbernak a tanítványa lesz, és ezért nem akarta őt azzal összezavarni, hogy már ismerjen a Baal Shem Tovot. És ez a gyerek kérdezett, kicsoda, és a nagyapja szokta mondani, hogy ez nagypapa. És később az Alter Rebbe azt szokta mondani, igen, én a Baal Shem Tovnak az unokája vagyok, mert a Baal Shem Tov az az én spirituális nagyapám. Nagyapám. És ezt mondta az Alter Rebbe, a Baal Shem Tovnak volt egy tanítványa, aki szintén Mezsibusban volt chaszid mester, és az volt a neve Rabbi Baruch. És ő, Rabbi Baruch, egy kicsit kifogásolta, hogy jön az Alter Rebbe, illetve a többi chaszid mesterek, hogy vezessenek a chaszidokat, mindenki a saját tanítványai, kezdve ő a Baal Shem Tovnak az unokája. És erre a történet úgy szól, erre az Alter Rebbe válaszolt, hogy ő egy fizikai tanítvány a Baal Shem Tovnak. Én pedig egy spirituális tanítvány vagyok a Baal Shem Tovnak, és a spirituális tanítvány az többet ér. És ez többet ér. Mi azt mondjuk, hogy a Baal Shem Tov azt mondta, nagypap, akár az Alter Rebbe ezt úgy vett, hogy tényleg, mint nagyapa, csak egy spirituális nagyapa. Később annyire az apja nem árult el, ki a Baal Shem Tov, hogy az Alter Rebbenek kellett saját magának megtalálni a haszidizmus. És az úgy szól a történet, amikor már házas volt, és nagy tudású volt Talmud, az egész Talmudot ismerte, és a Shulchan Aruchot, a törvénykönyvet is minden, és úgy érezte, szeretne előre haladni. És a kérdés az volt, hogy hova menjen. És akkor elindult otthonról a felesége engedélyével, és a kérdés az volt, hogy hova induljon. A két nagy spirituális központja volt akkor a zsidóságnak itt Kelet-Európában, az egyik volt Vilnában a Tóra tanulásnak a központja volt a Talmud és Halacha, ott a Vilnai Gaon, a Vilnai zseni ott volt. Egy másik központ volt a Mezerics. Mezerics ott volt a Baal Shem Tovnak az utódja. És a Baal Shem Tovnak el kellett dönteni, hogy indul jobbra vagy balra, indul Vilnába, vagy indul Mezericsbe. A végén úgy döntött az Alter Rebbe, Rabbi Schneer Zalman, hogy ő azt mondta, Vilnában miért mennek az ember megtanulni Talmudot tanulni? Azt már valamennyire tudok.
Mezrícsben miért járnak az emberek megtanulni imádkozni? Azt még nem tudom. Úgy imádkozni, hogy igazán kell, azt még nem tudom, és elindult a mezrícsi mágidhoz, és ott volt egy darabig, és innentől kezdve ő már egy a tanítványa lett a mezrícsi mágidnak, és hászid maradt. Érdekes dolog, hogy a mezrícsi mágid felmérte az alterebenak a tudását, és felkérte őt, hogy írjon egy Shulchan Aruchot, egy új Shulchan Aruch, ugye a Shulchan Aruch a terített asztal a törvénykönyv a zsidóságnak. Természetesen újat nem lehet, nem jelenti az, hogy felülírni a régit, hanem jobban magyarázni, összefoglalni, kiegészíteni több szempontból, és akkor az Alter Rebbe akkor írta meg a Shulchan Aruchot. Érdekes, hogy ez fiatal korában írta, de utána egy életen át foglalkozott vele, és csak a halála után megjelent. Ez kivéve egy kis része, amit ő megjelentette az élete során. De azt mesélnek, hogy ott Mezericsben, ott megismerkedett a mezericsi mágit Rabbi Dovbernak a fiával, Rabbi Avraham, akit úgy neveztek, Rabbi Avraham Hamalach, a Rabbi Avraham az angyal, mert ő olyan szent volt, annyira távol volt a mindennapi élettől, hogy azt mondtak róla, hogy ő olyan, mint egy angyal. És az volt a megállapodás, az Alter Rebbe fogja egy órát tanítani őt a talmudi irodalomra egy nagyon mély szinten, és cserében egy órát fogja őt tanítani az Alter Rebbet a kabbalában, a misztikában. És úgy szól a történet, hogy az Alter Rebbe visszaállította az órát állandóan, mondjuk, hogy kezdtek tanulni 11-kor, és akkor elvileg 12-ig kellett tanulni, és állandóan visszatekerte az órát, hogy még mindig nem lett 12. És az Alter Rebbe azt mondta, nagyon édes volt az a tanulás, mert a Salamon király azt mondja, hogy máim gnuvim jim taku, lopott víz az édes. Azt jelenti, az idő, amit lopott Tóra tanulás javára tudja még többet és még többet tanulni Rabbi Avrahamtól, az angyaltól, az nagyon édes volt, és cserében az Alter Rebbe tanította őt a talmudi irodalomra egy mélyebb különleges szinten. Az Alter Rebbe-nek volt egy idősebb barátja, aki szintén a mezrícsi mágidnak a tanítványa volt, és a mezrícsi mágid halála után, ami 1772-ben volt, Tafkuf, Lamed Bez, Lamed Bez, igen, 1772-ben, ha nem tévedek, akkor halt meg a mezrícsi mágid Rabbi Dovber, és akkor ez a tanítvány, a Vitebszki Rabbi Mendel lett az Alter Rebbe-nek a nem hivatalos mestere. Szóval barát mestere volt. Ő elindult Izraelbe. Ez volt az első nagy alia Kelet-Európából, az egy haszi csoport volt, egy körülbelül szóval több mint 200 évvel ezelőtt, és ez a modern időben az első nagy alia. Szinte a haszidok, akik mentek Izraelbe, valami 100 család, az első nagy alia volt Kelet-Európában, jóval-jóval megelőzte a cionista aliát. És akkor az Alter Rebbe szinten akart menni Izraelbe a Szentföldre élni, és akkor Rabbi Mendel, az ő mester azt mondta, maradjál itt, Kelet-Európában, mert te fogsz vezetni itt a hászidokat. És akkor így lett az Alter Rebbe-nek a hászidoknak a mestere itt. De cserében ő vállalta, hogy gyűjteni fogja pénzt, és küldeni fogja Izraelbe, és támogatni a mesterét és a többi
tanítvány, akik oda mentek, mert Izraelbe abban az időben a Szentföldön nagyon-nagyon szegényesen éltek ott az emberek. Az emberek, mert nem volt semmiféle, nem volt igazi gazdaság. Ez nagyon-nagyon elhanyagolt terület volt. És akkor külföldről támogattak, és az Altarebbe állandóan gyűjtött a pénz, és küldt Rabbi Mendelhez. Az Altarebbe írta a Tánia című könyvet, amit az élete során megjelentett. Az egy nagyon-nagyon különleges kézikönyv, ami a haszidizmusnak az alapjait tematikusan szépen leírja. Ez egy nagyon mély könyv, de nagyon különleges könyv. Az ember azzal meg tudja ismerni a jó ösztön és a rossz ösztönnek a működése, és hogy kell kezelni ezeket, stb. Ez nagyon-nagyon-nagyon különleges könyv. Részben le van fordítva magyarra, ezt meg lehet találni a zsidó.com-on, ott van ennek a részleges fordítása. Az Alter Rebbe az élete végén ott volt a napóleoni Franciaország támadta a cári Oroszországot, és Napóleon közben megígérte a zsidóknak szabadságot, egyenjogúságot fog biztosítani. A cár ezeket nem biztosította a zsidóknak, de az Alter Rebbe inkább támogatta. Az Alter Rebbe inkább támogatta a cári Oroszországot, és azt mondta, hogy ez a napóleoni féle szabadság az valahogy nem fog jót tenni a zsidóknak, mert Napóleon nem istenhívő. Napóleon nem istenhívő, és azt mondja, nekünk mi nem tudunk élni olyan uralkodó alatt, aki nem istenhívő. A cár az istenhívő, akkor inkább a cár mellett döntött, és próbálta is segíteni a cárnak. A történet úgy szólt, hogy volt neki Vilnában egy haszid, aki egy nagy zseni volt, sok nyelvet tudott, csak az Alter Rebbe felkérte, hogy kénykedjen a cári Oroszország javára, és mivel ő sok nyelvet tudott, ezért fordítóként fordított a francia vezérkarnak azok, akik ott vezették a háborút, bíztak benne a zsidók mindenképpen az a napóleoni oldalon vannak, mert ő biztosítani fogja az egyenjogúságot, és így tudta kémkedni a cár. A cári, az mind az Alter Rebbe-nak a tanítása volt. Amikor már olyan közel lett a cár, nem a cár, napóleoni hadsereg, olyan közel voltak már Liadihoz, hogy Liaznihoz, az Alter Rebbe lakottak, a menekült onnan, de a végén sajnos útközben az Alter Rebbe meghalt, és el van temetve Hadicsban, az útközben ott van eltemetve, menekült, és belehalt, és az úton meghalt. A kénykedésnek a története kapcsán fennmaradt egy nagyon kedves történet, amiben benne van a haszidizmus, az Alter Rebbe-nak a nagyon különleges tanítása, mert a történet úgy szól, hogy ez a vilnai zsidó, akit előbb említettem, az volt a neve, hogy Moishe Mayzes. Mert Moishe egyszer, ő mindig igyekezett járni egyik szobából a másikban, és ott állni és várni a munkát, ugye az volt neki ott várni, közben hallgatott és figyelt, hogy mit beszélnek. És egyszer úgy szól a történet, bejött a szobában, ott, ahol a vezérkar épp nagy térképek az asztalon,
leírtak, megterveztek, hogy melyik lesz ez az út, amivel támadni fognak Oroszországot. Rabbi Moisa a körmével, volt neki ilyen botja, a körmével karcolta az útvonalat. És egyszer csak úgy szól a történet, bejött a szobában hirtelen Napóleon, körülnézett, és rögtön azt mondta, mit csinál, mit keres itt az a zsidó? Az egy kém, és kezdett kiabálni, ez egy zsidó, az egy kém, mit keres itt? És Rabbi Moshe azt mondja, én nem vagyok kém, én dolgozok itt, mint tolmács. És erre Napóleon oda ment hozzá, és rátette a kezét a szívére, látni, hogy mi van belül. Mert ha tényleg kém is most le lett leplezve, akkor ő nagyon fog dobogni a szíve. Rátette a kezét, és teljesen nyugodt volt, ami azt mutatta, hogy tényleg nem ett kém, és így életben maradt. Később azt mondta Rabbi Moshe, hát hogy voltam én képes erre, hogy a szívem teljesen úgy nem mutasson, hogy mennyire félek. Én azt mondja, mert az Alter Rebbe a Tanjában van egy fontos tanítás. Azt mondja, hogy a majach, az ész, az agy, shalit ala lév, az ember természete az, hogy az ész uralkodik a szív fölött. Vagyis az ész az érzelmek fölött uralkodik. Ez akkor van, az ember igyekszik és összeszedi magát. Ha nem, akkor a szív uralkodik, és az érzelmek azok erősebbek bármi másnál. Azt mondta, és mivel láttam, a Napóleon lényegében leleplezett engem, és tudtam, ha most meg fogok ijedni, akkor az életemnek vége, akkor mondtam a szívemnek, mondtam magamnak, most nem kell félni. És tényleg nem félte, mert tudtam, hogy most nem szabad félni. És annyira volt képes uralkodni az érzelmény fölött, hogy a szíve teljesen normálisan működött, és nem mutattad, mennyire ideges. Azt mondta, nektek, amikor mesélte Rabbi Moshe ezt a történetet, évekkel később azt mondta a hasidok, nektek a haszidizmus, az csak spirituálisan segít nektek. Nekem a haszidizmus az életemet mentett. És akkor mesélte ezt a történet. Ez egy nagyon fontos tanítása az Alter Rebbének a Tanjában, hogy az ember tudjon, hogy uralkodni. Az embernek az ésszel kell uralkodni az érzelmét, és ne engedni, hogy az érzelmek csak elindulnak, és senki nem irányítja őket. Az Alter Rebbének volt egy tanítványa, Rabbi Dovber, aki lett az utódja, és ez, ahogy mondtam, 7 nemzedéken át. A második része ennek a könyvnek a rabbit, akit hazaárulásra vádolták, ez ebben a könyvnek a második része, az szintén ebben a könyvben található. Nagyon gyorsan vége lett ennek az órának, mert nem maradt idő, de hát egy kis postolot adtam a 2 nagy születésnapi mesterről, a Baal Shem Tovról, Rabbi Yisrael ben Eliezer, és az Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalmanra. Köszönöm a figyelmet, remélem holnap este is találkozunk, mert holnap este az kérdezd a rabbit lesz, és akkor mindenféle kérdéseket lehet feltenni itt a kommentekben, és akkor majd válaszolok. Itt van egy megjegyzés, László azt írja, és a szív nincs összhangban az ember lelke és szellemével, észlélek, szív, szelleme. Hát általában, ha az ember nem irányítja magát, akkor az érzelmek nagyon erősek, és elindulnak, és nincs, aki leállítsa őket. De ha az ember igazán akar, van az emberben lelki erő, és képes észel uralkodni az érzelmé fölött, és azokat irányítania. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, remélem, hogy holnap is találkozunk, viszontlátásra!